Fritman János mondta, hogy röviden próbáljuk meg összefogni, mert nagy munka vár a testületre, itt a bíráló bizottságra helyes. Mégis azért engedjék meg, hiszen nem csak itt egymás közben beszélgetünk, hanem médián keresztül azért többükhöz el fog majd jutni az itteni borversenynek a híre, azok a gondolatok, amelyeket polgármester úr itt fölvetett, és csatlakozni szeretnék hozzá. Engedjenek meg néhány olyan területet, amelyel foglalkoztunk hogy érezzék, értsék, hogy nem vagyunk azért időnként annyira bolondok ott a törvényalkotásnál, mint ahányszor bennünket esetleg kritikával illetnek, hogy haladunk előre és értjük a gazdálkodók, a professzorok, tanárok, kutatók gondolatait, kéréseit. Elmúlt időszak nagyon szűk mondataiban összefoglalt, törvényi változásai talán önökre legnagyobb hatással levő, merem azt mondani, a jövedéki törvény teljes mértékű megváltozása, amelynek most a bevezetési határidejét néhány hónappal még meghosszabbítottuk, ezért nyáron kerül majd éles verzióba. Lényege, hogy az 1000 hektó alatt termelők egy teljesen új, egyszerűsített szabályrendszer szerint kell, hogy a tevékenységüket végezzék. Ez egy nagyon régi kérés volt, reméljük, hogy ez az egyszerűség tényleg bekövetkezik. Ugyanakkor, aki 1000 hektó vagy a fölödi termelési mennyiséggel rendelkezik egy évben, őnekik pedig az általános jövedéki termékek forgalmazói szabálykörébe kerülnek be. Ott viszont szigorítás, online, közvetlen adatfeldolgozás és adatközvetítés kerül bevezetésre. Nagy vita volt, hogy aki borászatként pesgőt, és netán pálinkát is előállít, ők lehetnek-e az egyszerűsített kategóriába akkor, ha 1000 hektó alatt termelnek. Nem lehetnek, mert egy olyan terméket állítanak elő, amely még külön jövedéki adó mértékkel is terhelt. A bor ugyanúgy jövedéki körbesorolt, de nem terhelt jövedéki adó mértékkel. Nem így van ez a pesgőnél és a pálinkánál, tehát ők az általános jövedéki adó törvény szabályai szerint kell, hogy a tevékenységüket folytassák. Nem akarok mélyen ebbe belemenni, itt le is zárnám, hiszen ez egy nagyon bonyolult mindenkinek. Javaslom a szakmai egyeztetéseket, konferenciákat, érdeképviseleti szervek által ismert információk befogadását és az új helyzetre való felkészülését. Zártkertekkel nálunk nem annyira jellemző, de országosan igen, nagyon sok kérés volt, felszabadítottuk a zártkertek kivezetésének a lehetőségét, de sok zártkertnél, főleg Balatonfelvidéken ez szőlőterületet is jelent. Itt szigorítottunk, hogy akkor lehet csak kivezetni az egyszerűsített eljárással a zártkerti minősítést, általános területi minősítésé, hogyha a hegybíró is engedélyét adja a szőlőültetvény kivágásához. Tehát itt egy komoly feltétel van, ott nem egyszerű az zárt kimenekülni, ha szabad így fogalmaznom. Ezt a felvidékiek, Balaton felvidékie külön kérték, sőt még most is mondják, hogy különféle eljárással mégiscsak egyszer hát, turisztikai vendéglátóhely lesz az a szőlészeti terület. Ismert, hogy felemeltük a 120 hektoliterről 160 hektoliterre az oltalom alatt álló földrajzi jelzésű borok készítéséhez felhasználható termésmennyiséget. Ez számunkra itt nagyon fontos, már a tavalyi évben is izgalmakat váltott ki egy tűrhető termés eredménynél, hogy tudjuk azt a minőséget még abban a termés mennyiséggel párosítva eladni, leadni és megnéztük a környező országoknál, milyen mértékeket engedélyeznek, ennél nagyobb mértékű terhelést engedélyeznek ebben a kategóriában, tehát az oltalom alatt a földrajzi jelzésű borok készítésénél nagyobb termés mennyiséget is engedélyeznek olasz és osztrák területen. Mi egy bizonyos léptéket léptünk csak meg. Önkéntes ebbe a belépés, amelyik hegyközsége mellett dönt, az felemelheti ezt a mértéket. Ami már sokkal izgalmasabb szerintem, hogy a hegyközségi tagok számára visszaállítottuk a 2014 előtti elővásárlási jogot, hogyha a szomszéd ugyancsak szőlőtermelő szőlő területét adta el ér, szerette volna értékesíteni. Közismert, hogy ilyenkor a mellette lévő szomszéd tag mindenkit megelőző elővásárlási joggal rendelkezett az új földforgalmi törvényben ez nem lett pontosan átvezetve, ezért két kategóriában meg tudták előzni, hogyha én szőlő, tulajdonos és hegyközségi tag vagyok, és a mellettem levő. Szőlő tulajdonos tag eladta volna a szőlőterületet, akkor ezt én mindenkit megelőzve nem tudtam volna megvenni. Volt két kategória, akik meg tudtak előzni szőlőztulajdonos szomszédom által eladott szőlő megvásárlási szándékomat. Ezt kiiktattuk, tehát visszaállt a régi rend, ha szabad így fogalmaznom. parlament teljes egyhangúsággal döntött ez mellett. Ugyanitt módosítottuk, hogy ha Elhagyatott szőlőket fedez föl a hegybíró a hegyközségi tag, és ez bejelentés és felszólítás után nincs művelés, nagyon szigorú büntetések, sokkal szigorúbb büntetési tételeket emeltünk fel, és kényszerkivágást rendeltünk el. Ennek a módosításnak egyik következménye, amit én magam kezdeményeztem, hogy a büntetési tételek azok a helyi hegyközséghez érkezzenek be, ha már ott eljár a hegybíró, és tényleg önmagunkért próbáljuk megtisztítani a terepet a nem művelt és ezáltal nagy fertőzési gócot jelentő területektől. Hadd említsek meg három olyan kérdéskört, polgármester úr is megemlített egyet, AKG, bár ez pályázati köröz tartozik, és ezt nem szeretném megnyitni, rengeteg vidékfejlesztési pályázat került megnyitásra, rengeteg vidékfejlesztési pályázat nincs elbírálva, végső elbírálási határidők felé tart, így van ez az AKG-nál is. AKG-ról annyit, hogy az AKG 2-es második körű bírálatnál nagyon nagy mennyiségben szinte 70 a a Bácskiskun megyei pályázó volt az összes beadott pályázathoz mérten. Ebből következik, hogy várhatóan a, 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 nyertesek is döntő mértékben, ilyen arányban erről a területről, a megyéből fognak kikerülni, de mégis azt jelenti, hogy mindegy kétszeres, több mint kétszeres a túljelentkezés a felkínált pénzmennyiségre, tehát nem lehet mindenki nyertes. Ezt rögtön leszeretném szögezni. Ezen biztató számadatok, statisztikai számadatok ellenére sem, amit mondtam, hogy döntő mértékben a második felhívási körrel a más éltek a legnagyobb számba. De mint mondtam, túl jelentkezés van ez esetben is. Tavaly év vége felé, év közepe felé elég nagy izgalmakat keltett a permetezőgépek vizsgáztatásának a kérdése. Ezt az utolsó pillanatban sikerült a Nemzeti Agrárkamarával együttes válvetett küzdelemmel leállítani. Kezdeményezője volt a pedig tovább vittük, hogy itt valami olyasmi történik, ami véleményünk szerint életellenes, tehát nem így működnek a dolgok, ahogy a vizsgáztatás logikáját szerették volna szakmai szervezetek technikai szigorú eljárással végrehajtani. A módosító törvény épp a napokba került benyújtásra, amely egy új logika szerint fogja a vizsgáztatást elrendelni. Hozzáteszem, hogy a törvény egyelőre csak felhatalmazást ad, ugyanis azt kértük miniszter úrtól, hogy a felhatalmazó szerv majd rendeleti úton kerüljön a munkáságának leírása megnevezésre. Ez azt jelenti, hogy technikailag a törvény megjelenése, életbelépése után, rendeleti úton, de már a mi szöllőművelő gazdák és néhányan, akik ott a parlamentben, a mezőgazdasági bizottságban gyakorló gazdák vagyunk, a mi bevonásunkkal legyenek szívesek, a technikai részleteit szabályozni. Úgyhogy most megpróbáljuk kézbe venni úgy, hogy semmi riadalom és idegeskedés ne legyen, a legegyszerűbb módját szeretnénk. Egy uniós kötelezettségről van szó, ide szeretnék azért még visszatérni, minden tagországnak kötelező levizsgáztatni ezeket a vegyszerző gépeket de ebben látunk nagyon jó megoldásokat is környező országoktól, rendkívül egyszerűen helybeni vizsgáztatással, olcsón, és látunk rendkívül bonyolult és rendkívül drága megoldásokat is egyes tagországokban. Mi a rendkívül egyszerű, olcsó, és a gazdának legkisebb mozgásigényt, tehát a géppel való legkisebb mozgásigényt szeretnénk. Ezek a paramétereink, amelyeket jeleztünk a kormánynak, hogy minimum ezeknek a paramétereknek kell teljesülnie. Kibújni nem tudunk a alólla, mert különben kötelezettségszegési eljárást indítanak ellenünk. Ezt erőszeretettel megteszi az Unió velünk különösen, hogyha bármiben is vétünk ilyen permetezőgép vizsgáztatásban is. Tehát meg kell majd tenni, de mint említettem, az előzőben ismertetett egyszerűséggel szeretnénk ezt megtenni. Ugyanígy izgalmakat váltott ki, a furtkutak engedélyeztetési eljárás. Ebben olyan 7-8 hetes munkám van, a frakció engem bízott meg, hogy tárjam föl, hogy mi is történt itt, miért kerül a házi furtkutaknál, tehát amíg nem ipari méretű és nem gazdasági tevékenység vízvétel céljából került megfúrásra, hanem öntözésre esetleg tanyai vízívásra, kerültek megfúrásra. Itt olyan 100-140 ezer forint lett volna a kutak engedélyeztetésének a költsége, az ipari méretű, tehát akár permetezési célra használt kutaknál, netán öntözési célra itt a környező településeken, főleg a Dunánhoz közel elég jelentős kertészeti kultúrák vannak, amelyek intenzív öntözést igényelnek, paprika, hagyma és hagyna sorolja. Nos, azoknál pedig 6-800 ezer forint per összegbe került egy kútnak az engedélyeztetése. Két lépésben sikerült talán rendet tenni. Az egyik az, hogy a háztályi kutaknál, amelyek nem ipari felhasználásra kerültek, megfúlásra, ott gyakorlatilag teljes eltörődésre, Került az engedélyeztetés. Nem kerülhet eltörlésre, és ez a második kör, a gazdasági célra való felhasználásnál a 80 méternél mélyebb kutak engedélyeztetése. Itt ugye már olyan mélységről és vízmennyiség kivételről beszélünk, amely valóban veszélyezteti a vízbázisunk, ivó vízbázisunkat. Mi vízben nagyon gazdagok vagyunk, az eljárás egyébként az EU-ból érkezik, akik a vízvédelme miatt indították el a kutak feltárását, hogy melyik országban mennyi út van és milyen módon használják a vizeket. De főleg azokban az országokban izgalmas ez, akik vízszegények. Magyarország vízgazdag, közismert, hogy mi több vizet bocsájtunk ki folyóikon keresztül a határon túli országokba, mint amennyit ide befogadunk, beérkezik ilyen európai ország nem sok van, lehet, hogy egy se rajtunk kívül. Tehát nálunk másképp kell a vízzel bánni, reméljük ezt, észszerűen, az felhasználva netán öntözésre is fordítva. Éppen ezért a kormánya a tegnap ülésén döntött, hogy 2028-ig felfüggeszti még az ipari kutaknak is az engedélye, tehát az ipari célú vízfelhasználású furtkutak engedélyeztetési eljárását is, és az mellett, ami nagy kérésünk volt, hogy itt az engedélyeztetést azt meg kell majd tartani, hiszen mondom, a vízbázisunk védelméről van szó, de a díjmérték, hogy ez hogy szabadult el, hogy 6-800 ezer forintba kerül egy kútnak az engedélyezése. Néhány gazdának öt ilyen kútja van a Duna melléki öntözéses gazdálkodóknál, csak úgy érzékeltessem. Nos, ebben a mértékcsökkenésben is most elindult egy egyeztetés. Gyakorlatilag a rezsicsökkentési, államigazgatási rezsicsökkentési módszerhez hasonlóan ezt ingyenessé szeretnénk tenni, erre ígéretet kaptunk. És akkor... Néhány mondat, szakmabeliek, telepítési támogatás. Közismert, hogy kimerítettük a 18-ig rendelkezésre álló forrásunkat. Ezt azért merítettük ki, mert ezt a forrás már előbb meg lehetett nyitni, öt évvel ezelőtt, és már az akkori időben is lehívhatunk lehívhattunk belőle pénzt, amikor még nem nyílt meg a pénzügyi időszak. Tehát egy igen intenzív felhasználásra történt meg, szakmabeliek szerint ez helyes, ennek a pénznek, hiszen akkor telepítettünk szőlőt, ez azt jelenti. De a pénzforrás kifogyott, itt most a szaporítanyag termelők, az előre gondolkodók izgulnak, hogy szabad-e a mennyiséget szaporítanyagban megrendelni, eldugatni, leoltani, miközben látjuk, hogy pénzforrás egyelőre nincs, vagy felfüggesztésre fog kerülni azt szeretném jelezni, hogy két úton úgy néz ki, hogy valamilyen pénzforrás lesz. Az egyik, egy eddig nem látott új modell, ez a vidékfejlesztési program módosításán keresztül kerülhet megnyitásra. Ez nem lesz olyan nagy intenzitású, mint az eddigi pályázati pénzforrás. Itt pályázati keret lesz, tehát azt kell majd még megbeszélni, és a Hegyközségi Nemzeti Tanácsra úgy tudom, hogy rövid időn belül a Vidékfejlesztési Államtitkárság elindítja ezt az egyeztetést, hogy a pályázati úton egy hagyományos, úgynevezett 50%-os intenzitású pályázati modellt írjanak ki. Ez azt jelenti, hogy amennyibe igazolt számlákkal a beruházás, bekerült, annak az 50%-át térítse meg a rendszer, vagy pedig normatív alapú azt mondják, hogy egy hektárra másfél millió forintot adunk, és akinek ez jó vagy nem jó, döntse el, hogy pályázik-e rá. Tehát ilyen dilemmák az egyik oldalon. A másik pedig a hagyományos telepítési pályázati támogatások, amelyeket eddig használtunk fel. Ott van egy kis gond, nem velünk, hanem az angolok kilépésével most számolják újra, a vidékfejlesztési forrásokra szánható összeget és a többek között szőlőtelepítési támogatási összeget. Az Európai Parlamentnek megindít, az Európai Parlament megindította a kedvezményes kifizetési lehetőséget a 18-as utáni évre is. Tehát a szándék megvan. Ugyanakkor a úgynevezett bizottság és a tanács megállította a folyamat végrehajtását mindaddig, amíg az angolokkal a kilépési tárgyalás nem tisztázódik. Ezt még most bonyolítja, aki figyeli a közpolitikát, hogy Angliába egy időközi országgyűlési választást, képviselői választást írtak ki, tehát most teljesen megállította Anglia ezt a folyamatot. Majd most lesz egy parlamenti választás nyáron, ez egy nagyon nagy meglepetés volt mindenkinek, és a parlamenti választás után kerül sorra majd újra a kilépési tárgyalások folytatására. Mikor ez az összeg tisztázódik, akkor kerülhet majd sor arra, hogy tételesen nevesítsék, hogy mekkora összeg kerül egy országnak a felhasználására, szőlőtelepítési támogatás, és azután lehet csak majd meghozni azokat a belső nemzeti szabályokat, amelyek az összeg. Formájáról döntenek, hogy milyen módon, milyen feltételekkel, milyen kateszteri beszorolással, milyen intenzitással szeretnék meghirdetni ezeket a forrásokat. A szakmabeliek egyet tudnak, hogy lesz pályázati pénz, ebben majdnem mindenki biztos, de annak a mértékét nem tudták megmondani, mondom egyik oldalon egy vidékfejlesztési programban van egy pénzalap, amit fel lehet használni, a másik oldalon pedig várnunk kell az uniós tárgyalások lezajlására, és akkor nyílhatnak csak meg ezek a források, tehát lehet gondolkodni telepítésben, csak éppen a támogatás mértékét ma még senki meg nem tudja mondani, nem rajtunk tehát a Magyar Parlament vagy a Magyar Kormány miatti okoknál fogva. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, és természetesen nagyon komoly, magas színvonalú versenyt, sok szép bor díjazott bort kínálok, kívánok majd minden versenyzőnek, és természetesen az élvezőknek, a bírálóknak is. Köszönöm szépen a figyelmüket.